Köszöntöm a Cikádó magazin nézőit! A választási ciklus kezdetekor tett ígéretet Bátaszék város vezetése, hogy felújítja a városi köztemetőt és a megközelítését lehetővé tevő Garai utcát. A munkával most elkészültek. Ezzel együtt a megközelítően 32 kilométernyi városi úthálózaton folyamatos korszerűsítéseket végeztek az elmúlt 5 esztendőben Bátaszéken. Gépzajtörmelék és lezárt utca. A közlekedés nehézkes, de a felújítás nem várhat magára. Mondta még júliusban Bozsalik Robert polgármester a Garai utca felújítása kapcsán a munkák elkezdésekor. Most a Garai utcába egy csapadékvízelvezető rendszer kiépítése folyik, ami komplexen magába foglalja a házaknak a csapadék víz összegyűjtő rendszerét is, egy járdafelújítás és egy új aszfaltos réteg fog kerülni az útra. Október elején végérvényesen elkészült az utca. A vízelvezető rendszer felújítását az előv, az út felújítását az önkormányzat költségvetéséből készítették. Ez a projekt magába foglalta a csapadékvízelvezetést, ami tartalmazza most a házakból lejövő csapadékvíznek a rendszerbe való bekötését. Egy járdafelújítás készült, és a Garai utca ezen része egy teljesen új aszfalt szőnyeget kapott. A lakosság megértő volt, és ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy türelmesen és fegyelmezetten fordultak a kivitelezés ideje alatt itt a lezárások felé. Az út az 250 méter hosszban lett felújítva, és egy kiszélesítés történt, így most az útnak a szélessége 5,5 méterre bővült. Mindez azt jelenti, hogy kényelmesen elfér egymás mellett majd két autó. A beruházáshoz kapcsolódóan 17 parkolóhelyet alakított ki az önkormányzat a temető közelében. Valóban a városi közlekedés szempontjából fontos a Garai utca, hiszen a városi köztemető megközelítését szolgálja, és hát a műszaki állapota az hát hagyott némi kívánnivalót maga után. Ugye a ciklus elején bekerült a város cselekvési programjába, hogy ezt a szakaszt szeretnénk lehetőségek szerint megvalósítani. Sikerült, hiszen mintegy 250 folyóméter hosszban sikerült a Garai utcában egy járdarekonstrukciót végrehajtani, csapadékvíz elvezetést kiépíteni zárt rendszer technológiával, illetve ezen a szakaszon megújítottuk a teljes aszfaltszőnyeget egy 5,5 méter szélességben, és emellett 17 új parkoló került kialakításra. Úgy gondolom, hogy ez a szakasz ez méltán megérett a felújításra, és egy kultúrát rendezett közlekedés biztosít majd a városi köztemető környékén. Természetesen a város mintegy 32 kilométer útjának az állapotát is folyamatosan szemmel tartottuk az elmúlt 5 esztendőben. A Lajvér utcában sikerült egy közel 400 méteres szakaszt felújítanunk az elmúlt 5 esztendőben. A Baros utcában sikerült egy kritikus szakaszt felújítani. Emellett a folyamatos kátyúzásokat, illetve betonutak javítását is elvégeztük. Biztos, hogy van még olyan útszakasz, amit meg kell oldani, gondolok én a Deák utcára vagy a Herman ér utcára, amelyek állapotán javítani kell, az elkövetkező időszak feladata lesz ez. Ez a beruházás ez kötődött valamilyen szempontból a városi köztemetőben zajló munkálatokhoz is, hiszen ott is a belső szervizutak felújítását ütemezett módon megkezdtük a ciklus elején. A munkának durván a 3/4 részével végeztünk is, ezzel is biztosítva a temetőn belüli közlekedés feltételeit, és hát egyéb temetői beruházásokat is végeztünk annak érdekében, hogy a temetkezési szolgáltatást a kegyeleti szabályok figyelembevételével a lehető legmagasabb minőségben el tudjuk végezni. Alapvetően egy településvezető tudja, hogy melyek azok a fontos pontok, ahol mindig jó állapotokat kell tartani, ez általában egy orvosi rendelő, illetve a temető környéke, hát erre ügyeltünk az elmúlt esztendőben. Több mint 100 bátaszéki szépkorú fogadta el a város önkormányzatának meghívását az Idősek Napja alkalmából szervezett operett műsorra. Bátaszéken 5 éve indult kezdeményezés, ami során Bozsolik Róbert polgármester minden évben felköszönti a település legidősebb lakóit.
A helyi Senior Örömtánc csoport tagjai tartottak bemutatót a városban élő szépkorúaknak Bátaszéken, nem titkolt céllal kertcsinálóként idősek napja alkalmából. A Senior Örömtánc több mint 40 éve indult útjára. A mozgásformát kitaláló koreográfus célja az volt, hogy olyan táncokat fejleszten ki, amikben nincsenek hirtelen mozdulatok, ugrások, pörgések vagy különféle akrobatikus elemek, hanem kimondottan az idős korosztálynak való nyugodtabb mozdulatsorok, főleg sétalépések váltják egymást. Bátaszéken 5. éve hagyomány, hogy a várospolgármestere személyesen köszönti fel az időseket október 1-én. Ebben az önkormányzati ciklusban hívtuk életre ezt a rendezvényt, elsősorban azzal a céllal, hogy a rendezvény keretében megköszönjük Bátaszék szépkorú polgárainak azt a munkát, amit értünk fiatalabb generációkért tettek, hiszen az ő munkájuknak köszönhetően vagyunk itt ma Bátaszéken, ők nagyon sokat tettek, hogy a település képe, arculata ez legyen, amit jelen pillanatban tapasztalunk Bátaszéken, és hát fontos, hogy az év egy napján ennek hangot adjunk, és tényleg köszönetünket ki tudjuk fejezni. Gyere, cubicám, őtön ember cicám, viszont sem mondtad semmi szégyen, új csúfát, új mit vénet. Az idei év főprodukciója egy operett előadás volt. A helyi Petőfi Sándor művelődési házban összegyűlt több mint 100 szépkorú közül volt, aki kifejezetten emiatt jött el. Én szeretem a magyar zenét, úgyhogy még én abban az időben Repülypávába jártam, vagy itt évben ilyen Vésztőn, Békés megyébe, és én nagyon szeretem a zenét. A társaságot is nagyon szeretem. Egyesületem is volt sokáig, úgyhogy szeretem, na. Otthon édesen visongok, itt meg édesen vigyorgok, én még nem voltok jó a hangulat, meg van rá az ok. Kellem olyan egy kis hocári, hocari, hogy jön a szába szállni, s drágám, miért vagy Mári? Szép dolog. Minket is ünnepelnek, öregeket, időseket. Hát szeretünk ide járni. Éjjel az omnibusz tetején, hát tiszt a kicsit ég. Egy könnyűzenei rendezvény lesz, ami kimondottan azt gondolom, hogy az idősebb korosztálynak szól, különböző operettslágereket fognak hallani. Ezzel is szeretnénk tényleg a köszönetünket kifejezni. Bátaszéken a szociális ellátórendszeren keresztül nem csak idősek napján, hanem egész évben kiemelten foglalkozik a helyi önkormányzat a városban élő nyugdíjasokkal. Azt lehet mondani gyakorlatilag, hogy a város adott esetben, hogyha szépkorúak rászorultak, akkor próbál több csatornán is segítséget nyújtani, hiszen az idős gondozás keretében a nappali ellátást feltételeit tudjuk biztosítani, házi gondozás feltételeit tudjuk biztosítani, adott esetben pénzügyi ellátást is tudunk számukra biztosítani. Bár azt kell mondani, hogy a mi szépkorúink azok nagyon aktívak a szoros értelmében, hiszen két nyugdíjas klubon keresztül, de más egyesületeken is keresztül is részesei és aktív tagjai a város társadalmi életének. Nincs olyan esemény, rendezvény, ahol ők ne lennének nagyon nagy számban jelen, legyen az várostakarítás, vagy éppenséggel egy bornapok rendezvény. Hála jó Istennek, nagy energiák lakoznak még a mi szépkorújainkban, és ezt őszintén szóval ki is használjuk, mert velük nagyon jó dolgokat tudunk létrehozni még Bátaszék érdekében. Kös anyja kedvőben, csokrot kubán. A mellényed is Pepita, szíved már ismeri a Dixieland szertelen ritmusát. Igyekszünk minél többet köztük lenni. Két dolog miatt. Egyrészt, hogy azt az élettapasztalatot, amit át tudnak adni, azt minél jobban magukba tudjuk szívni, és abból mi is tudjunk tanulni. Másrészt érdekes látni, hogy koruk ellenére mennyire vidáman fogják fel az életet, és talán a körülményeket meghazudtolva szeretnek együtt lenni, és szeretik közösen megélni a programjaikat. A bátaszéki nyugdíjasokat az operett műsor után megvendégelte a város polgármestere a helyi művelődési házban.
Most rövid reklám következik, majd hamarosan szociális témákkal folytatjuk a Cikádor magazint. Minden szentek napja mindannyiunk életében a csendes emlékezés időszaka. Hogy méltóképpen idézhessük vissza eltávozott szeretteinket, ebben segítünk Önöknek. Válassza ki egy helyen, az Otthon Mix kisáruházban, ami az ünnephez szükséges. Koszorúk, gyertyák és kegyeleti tárgyak nagy választékát találja nálunk. Folytatjuk a Cikádor magazint. Egyre nő az idősek aránya, és ez jelentős feladatbővülést jelent a gondozóhálózatnak. A tapasztalatok azt mutatják, nagyon fontos lenne az idős otthoni férőhely bővítés, de erre egyelőre nincs lehetőség. Mindezekről Borosné Simon Zsuzsanna, a gondozási központ vezetője beszélt. A gondozási központ feladatellátásában egyre jelentősebb részt kap az idős gondozás. A felmérések azt mutatják, nincs megfelelő mennyiségű férőhely az idős otthonokban. Ennek hatására megnő a jelentősége az otthon történt ápolásnak. A gondozási központ térségi feladatokat lát el évek óta. A város ellátása mellett további 6 településen végzi a rászorultak ellátását, gondozását. Az idős ellátással foglalkozó területeink azok, ahol hát arányaiban én úgy gondolom, hogy elég jelentős az eltérés, tehát számarányaiban, illetve magában a feladat ellátás tartalmi része, illetve a szakmai része tekintetében is. Ez legjobban a házi segítségnyújtásnál érzékelhető, ahol jelen pillanatban 48 megállapodással rendelkezik a szolgálatunk. 4 gondozónő látja el ezt a feladatot, és ezek közül az ellátottak közül azt mondhatom, hogy körülbelül a 3/4-éhez szükséges a napi 2-3-szori, szükséges a napi 2-3-szori felkeresés, hiszen ők általában mozgásukban korlátozottak, ágyhoz kötöttek, és folyamatos segítségnyújtásra van szükségük. Ez az előző években így nem volt ennyire érzékelhető, de most azt látjuk, hogy egyre többen vannak azok az ellátottak, akiknek fokozott gondozásra van szükségük. Nálunk a feladatok azok egy más dimenzióra korlátozódnak, más szakmai feladatokra. Itt inkább a fürdetés, a pelenkázás, az étkeztetésben való segítségnyújtás az, ami a legfontosabb feladat az ő számukra, és a háziorvossal való folyamatos kapcsolattartás, illetve azt látjuk, hogy egyre több az olyan ellátandó szakmai munka már, ami a mi kompetenciánkat meghaladja. Ezek ilyen sebkezelések, katéter, tehát ilyen egészségügyi problémával kapcsolatos feladatok. Egyre idősödik a korosztály, akinek gondozásra lenne szüksége. De olyan túljelentkezés van az állandó ellátást biztosító idős otthonokban, hogy szinte lehetetlen a bejutás. Nagyon sok esetben szükség lenne arra, hogy idős otthoni elhelyezést biztosítsanak a számukra, hiszen a családtagok dolgoznak, nem tudják megoldani az ő ellátásukat, vagy külföldön vannak, vagy messze vannak. De én azt gondolom, hogy talán azért növekszik a házi segítségnyújtás ellátotti létszáma, mert az idős otthoni elhelyezést nagyon sokat kell várni. Tehát az otthonok telítve vannak, nagyon nehéz oda bekerülni. És hát talán egy olcsóbb fajta szolgáltatás is. Addig, ameddig az idős egészségi állapota ugye ezt engedi, addig a házi segítségnyújtással megpróbálunk neki segíteni. A gondozási központ másik kiemelt feladata az idősek vagy rászorulók étkeztetésének megoldása. Itt is jelentős létszámnövekedés tapasztalható az igénylők között. Jelen pillanatban 114 fő az, aki igényli. Ezek közül hát napi szinten átlagban körülbelül 90 éthordó az, amit szállítással szállítunk házhoz az időseknek. Ez a létszám is azt látjuk a szakmai vezetővel, hogy évről évre növekszik.
egyre nagyobbá az igény, hogy biztosítsuk ezt a szolgáltatást, de a szállításnál ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani, ehhez orvosi igazolásra van szükségük, ugye, hogy van-e annak alapja valóban, hogy akkor ő igényelheti ezt a szállítást. Mert az étkeztetésnek van még két formája. Az egyik az, hogy bejönnek hozzánk a nappali ellátásba, és onnan elviszik az ételt, illetve azok, akik az idősebb klubjában tartózkodnak napközben, ők igénylik még ott helyben étkeztetéssel az ebédet. Mi is azt látjuk, hogy a családsegítésben egyre több az az idős, aki tőlünk segítséget kér, és most az utóbbi évben, talán az idei év az, amikor szembesülünk azzal, hogy szükség lenne itt is idős otthoni elhelyezésre, de egyszerűen folyamatosan falakba ütközünk, mert nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Több szociális kérdésben hozott döntést a város önkormányzata. Az eddigihez hasonlóan pályázatot lehet beadni a tűzifa igénylésre, és várják az iskolások jelentkezését a Bursa Hungarika pályázatára is. A szociális ellátás területén két pályázati lehetőséggel segíti a bátaszéki rászorulókat az önkormányzat. Az elmúlt esztendőknek megfelelően az állami tűzifa ellátási program mellett a város külön kvótát határozott meg a leginkább rászorulók számára. Minden évben ősszezonban egyszer van a szociális tüzelőanyag pályázatunk, ezt helyi forrásból oldja meg az önkormányzat. Ez most is van, október 31-ig adhatóak be a kérelmek. Ennek a pályázatnak a keretében az önkormányzat tűzifát, illetve brikettet szokott a kérelmezőknek adni. Itt az elbírálásnál fontos szempont ugye a családban élők esetén az egyfőre jutó jövedelem. Egyfőre jutó jövedelem esetén pedig a nyugdíj minimum 180%-át nem érheti el az egyfőre jutó jövedelem, ami ténylegesen 51.300 forintot jelent. Megközelítően 800.000 forint az a keret, melyre most pályázni lehet. Egyszerre 300 kiló briket vagy másfél erdészeti köbméter fa igényelhető. A szociális rászorultság mellett a város minden esztendőben csatlakozik a Bursa Hungarika pályázathoz, mely a közép- és felsőoktatásban résztvevők számára nyújt támogatást. A Bursa Hungarika pályázat van folyamatban, ezeknek a beadási határideje november 5-e, amelyről a Szociális Bizottság fog dönteni december 9-ik napjáig. Itt beszéltünk A és B típusú pályázatról. A típusú pályázatot a felsőoktatásban résztvevő hallgatók adhatnak be, B típusút pedig azok a középiskolai tanulmányokat folytató diákok, hallgatók, akik vagy érettségi előtt állnak, vagy pedig már leérettségiztek, azonban még nem nyertek felvételt felsőoktatás keretében. Az elmúlt évben 16 pályázó részesült a város segítségében. Felszentelésének évfordulóját ünnepli a bátaszéki Nagy Boldogasszony templom. A bátaszékiek számára az épület függetlenül a világlátásuktól kiemelten fontos egyfajta szimbólum. Nagy Boldogasszony templom bátaszék egyik szimbóluma. Még az is szeretettel közelít hozzá, akinek hite szerint a templom nem több, mint egy szép épület. A Nagy Boldogasszony templomot 110 évvel ezelőtt, október 4-én szentelték fel. Minden templom az Isten dicsőségére épül, és hogy az embereknek a lelkét a templomon keresztül, a liturgián, a szent zenén keresztül magához az Istenhez tudjuk emelni. Különlegessége a bátaszéki templomnak neogótikus, nagyon szépen díszített templom, amely a Boldogasszony tiszteletére van szentelve, szinte visszanyúlunk a történelemben a ciszter szerzetesekhez, akik amikor templomot vagy kolostort alapítottak, mindig a napba öltözött asszonyra gondoltak, Nagy Boldogasszonyra, és ezért az ő tiszteletére építették a templomot. Így az első kolostori templom is, a barokk templom is, és hát a mostani új templomunk is az ő tiszteletére van szentelve. A templomba, ha belépünk, nagyon sokszor azt mondják a hívek, vagy kevésbé hívők, hogy mintha mennyországba lépnének, mintha a föld és az ég egy pillanatra találkozna itt Bátaszéken,
és ezt valóban mindannyian tudjuk igazolni, hogy ez így is van. Maga a díszítés, maga az a monumentális építészet úgy lenyűgözi az embert, és érzi, hogy meg kell állni egy pillanatra. Még ha nem hívő, akkor is megáll egy pillanatra, ha hívő, akkor pedig több időre, hogy elgondolkozzon, hogy imádkozzon, hogy az Isten felé forduljon. Mint mindennek a földön, a bátaszéki templomnak is megvoltak a maga nehézségei. Nem kell messze menni, elég csak a torony néhány évvel ezelőtti felújítására gondolni. Azt gondolom, ezek egy olyan pillanatok, amikor egy picit úgy megállnak az emberek, és sajátjuknak érzik, még inkább, mert emlékezteti őket akár a kerességükre, házasságkötésükre, vagy egy olyan eseményre, amikor a templommal szoros kapcsolatuk volt. És azt mondják ilyenkor az emberek, hogy tennünk kell érte. Ez történt néhány évvel ezelőtt is. A templom egy jel. Felekezettől, vallástól függetlenül, hovatartozástól függetlenül jel. És nem csak külső jel, hanem belső jel is. Ezért amikor a templom kerül szóba, akkor azt gondolom, hogy mindenki valamit szeretne oda tenni. Lehet, hogy az csak a szegény asszony két fillére, de valamit szeretne oda tenni, hogy azáltal ő is hozzájárult ahhoz, hogy a templom megszépüljön. Gondolok én a hétköznapok csendes tevékenységére, amikor a templomkertet megkapálják, az oltárra friss virág kerül, észreveszik az asszonyi gondos kezek, hogy az oltár terítője is rendbe kell, hogy legyen téve. Ezek apró kis gesztusok, apró kis dolgok, de mégis nagyon sokat tesznek azért, hogy az ünnepeken mi valóban ünnepelni tudjunk. Minden egyházközségnek különleges ünnepnek kellene, hogy legyen a templom szentelés ünnepe. Bár mindannyian tudjuk, hogy a templom búcsúját ünneplik az emberek, a templom búcsúja ugye Nagyboldog Asszony ünnep, ekkor állunk meg, kevésbé emlékezünk arra, hogy a templomnak idézőjelbe téve mikor is volt a megkeresztelés, azaz a fölszentelése, amikor a püspök által megtörténik egy-egy templomnak, úgymond a konszekrálása, 12 helyen való megkenése, az oltároknak a megkenése, fölszentelése, ezekre már kevésbé gondolunk, mint ahogy a saját keresztelésünk időpontjára is. Krisztián atya azt mondja, tudja, hogy lehetne sok mindenen változtatni a templomon, de ő nem merne hozzányúlni, mert ahogy fogalmaz, nem lenne judomos. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!